Itt szeretnénk elkezdeni akkor a sajtótájékoztatót, ami a konvergencia program bejelentéséről szól. Tisztelettel köszöntök mindenkit, jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és megtisztelnek bennünket az érdeklődésükkel a konvergencia program tekintetében. Először is azzal szeretném kezdeni, hogy a konvergencia program elkészült. Ezt a tegnapi nap folyamán már eljutottuk Brüsszelbe, kitűnő olvasmány, mindössze 72 oldal, bestseller gyanús lesz, úgyhogy azt tudom önöknek mondani, hogy fél óra múlva kihelyezzük a honlapra is, tehát bárki el tudja érni és meg tudja tekinteni. Talán, hogyha három mondatba kell összefoglalnom, vagy egy bővített mondatba kell összefoglalnom, hogy mit tartalmaz a konvergencia program. A konvergencia program természetesen egy 2013 és 16 közötti kitekintést tartalmaz, de ami rövid távon fontos, a konvergencia programunk azzal számol, hogy 2013-ban újraindul a gazdaság növekedése. A magyar gazdaság egy egyensúlyi pályán marad, 3% alatti hiányt teljesítünk, és ehhez nincs szükség kiegészítő intézkedésekre. Na most lássuk egy kicsit részletesebben, hogy mi is van ebben az anyagban. Ugye hadd kezdjem azzal, hogy 2010-ben a kormányváltás után 4 fontos célt tűztünk ki magunk elé gazdaságpolitikai szempontból. Az egyik ilyen cél az államadósság megfékezése és visszafordítása volt. A másik cél, hogy a sérülékenységét az országnak tudjuk csökkenteni, azaz a külső adósság mértéke nem csak az állam, hanem a magánszektor, tehát a háztartások és a vállalatok esetében is csökkenjen. A harmadik célunk az volt, hogy a foglalkoztatásban fordulat álljon be, és a munkanélküliség növekedése a 2002 és 2010 közötti 100 000-rel kisebb aktív munkavállalói létszám helyett ez a trend megforduljon, és több ember jusson Magyarországon munkához, a foglalkoztatás bővüljön, Magyarország pedig elkerüljön az Európai Unión belüli rendkívül kedvezőtlen 25-26. Helyről. És végül a negyedik célunk az volt, hogy a romló versenyképességet javítani tudjuk, ez a romlás szintén megálljon, és a bruttó hazai termék, a potenciális GDP pedig javuljon. És az elmúlt 3 év után azt tudom önöknek mondani, hogy az első 3 területen értünk el mindenképpen javulást, hiszen az államadósság növekedése megállt, ez a trend megfordult, az államháztartási hiány évről évre egyre kisebb tudott lenni. 2012-ben ugye 2% volt már csak ez a hiány. Foglalkoztatásban szintén meg tudtuk állítani a munkanélküliségnek a növekedését, a foglalkoztatás egy enyhe mértékben el tudott mozdulni és javulni tudott. Amin még dolgoznunk kell, hogy mindennek a fenntartásához gazdasági növekedés járuljon hozzá, tehát a versenyképességjavítás és a bruttó hazai termék növekedése, a gazdaság növekedése az, amire ez a konvergencia program koncentrál. Ahogy a bevezetőben is mondtam, azzal számolunk, hogy 2013-ban a gazdaság újra növekedni fog. 4 olyan tényező van, amely ehhez a növekedéshez hozzá tud járulni, és ennek a beindulását elősegítheti. Az egyik, amit úgy szoktunk hívni, hogy egyedi tételeknek a korrekciója, itt például olyanra kell gondolni, hogy a tavalyi rendkívül kedvezőtlen szárassággal, aszállyal terhelt mezőgazdasági év után, ha már csak a mezőgazdaság egy átlagos normális esztendőt tud hozni, akkor ez kb. 0,4%-kal tudja javítani a gazdasági növekedést. Vannak még ilyen tételek, ezeket felsoroljuk az anyagban. Tehát az egyedi hatások úgy tűnik, hogy kedvezőbbek lehetnek 2013-ban. A másik ilyen tényező, hogy azzal számolunk, hogy a külső kereslet élénkülhet, azaz a nettó exportunk növekedhet 2012 után, és ez igaz is egészségére. Nem csak mi számolunk azzal, hogy a külső kereslet javul, hanem az Európai Unió több tagországa is azt feltételezi, hogy ez a helyzet változhat. Jó néhány országban az elmúlt hetekben
módosultak a növekedési prognózisok, várakozások, ez mindenképpen kedvező lehet. A harmadik ilyen beindulást elősegítő tényező, hogy az államháztartásban kedvező folyamatok indultak el az elmúlt három esztendőben. A 2%-os államháztartási hiány 2012-ben mindenképpen azt mutatja, hogy a magyar gazdaság el tudott jutni abba az egyensúlyi állapotba, ahol a túlzott deficit eljárással szemben a magyar gazdaság ki tud kerülni ennek az eljárásnak a hatája alól, és a csökkenő államadósság, a csökkenő hiány mérték pedig fenntarthatóvá kezd válni. A negyedik ilyen tényező pedig, ami a növekedést elősegítheti, ezek az úgynevezett hitelbővítő programok, hitelbővítő kezdeményezések. A Fejlesztési Bank, a Magyar Fejlesztési Banknál elindult egy ilyen program. Az Exim Bank ugye elindít egy olyan programot, amely a következő 12 hónap folyamán 120 milliárd forint hitelezési plusszal segíti az exportáló vállalatokat. A Magyar Nemzeti Bank is elindított egy 250 milliárdos hitelbővítő programot alacsony kamatozással. Tehát azt tudom önöknek mondani, hogy ezek a számok azért azt mutatják, hogy jó esélyünk van arra, hogy a növekedés újraindulásával számoljunk. No, ennek megfelelően revidiáltuk és számoltuk újra a 2013-as makrogazdasági mutatóinkat. Kezdem a növekedéssel. Ugye tavaly ősszel a kormány még azzal számolt, hogy 0,9%-os növekedés lehet 2013-ban. Ezt a számot revidiáltuk, 0,7%-os növekedéssel számolunk továbbra is, tehát azt feltételezzük, hogy bár egy picit enyhébb lehet, kisebb lehet ez a növekedési mérték, de a gazdaságban ez teljesülni fog. 2014-ben 1,9, 2015-ben 2,3 és 2016-ban egy 2,5%-os növekedéssel számolunk. Tehát a magyar gazdaság rá tud állni egy olyan pályára, amely egy enyhe, tartós, stabil növekedési pálya lehet. Az egyenlegben változással nem számolunk, tehát továbbra is a 2,7%-os deficittel számolunk erre az esztendőre. 2014-re úgy szintén 2,7%-kal, 15-re 2,2 és 16-ra pedig 1,3%-os államháztartási hiányt számolunk. Ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság és a magyar államháztartás, a magyar költségvetés a következő években egy egyre kisebb mértékű hiánypályára tud állni. Államadósság tekintetében lényegi változás nincsen. A számaink minimális korrekció mennek keresztül. Ezeket egyébként az önökben tételesen feltüntettük, tehát megkönnyíteni szeretnénk az önök munkáját. Nem kell előszedni a korábbi 2012-es konvergencia programot, hanem csak a 13-asnak a végére kell a táblázatokba lapozni, és ott lehet látni, hogy mely számokat korrigáltuk. De államadósságban, tehát 78,1%-os államadósság arányjal számolunk 2013 végére, 77,2-vel 14-ben, 76,1-jel 15-re és 73,5-tel 16-ra, tehát itt is egy olyan pályát vázoltunk fel, amely szerintünk tartható, és amelyik a csökkenő adósság irány célozza meg. Összhangban egyébként az alkotmánynak azzal a pontjával, amely az 50%-os hiánycélt jelöli meg az adott államháztartási év számára irányadónak. Infláció. Inflációban korrigáltuk a számot, 5,2% volt a korábbi erre az évre várt éves átlagos infláció, ezt 3,1%-ra korrigáljuk, úgy érezzük, hogy azok az intézkedések, amelyek időközben megszülettek, gondolok főleg a rezsicsökkentésnek az intézkedésére, de az a deflációs hullám is, ami Európában kezd kialakulni, mindenképpen egy óvatosabb, alacsonyabb inflációra ad okot. Jövőre 3,2, 15-ben 3 és 16-ban is 3%-os inflációs adatot várunk. Módosítottuk az euró árfolyamra vonatkozó számunkat is. Ugye korábban 283 forint euró árfolyammal számoltunk. Jól látható, hogy az árfolyam változások ennek a módosítását teszik szükségessé. 293,1%-os inflációs tervszámmal számolunk. Itt hadd tegyem hozzá, hogy a
gazdasági minisztériumnak nincsenek inflációs céljai, vagy árfolyam céljai, ez nem hozzánk tartozik. Nekünk egy olyan tervszámmal kell számolni, ami az adott évnek a bevételi, kiadási, gazdálkodási adatainak a mutató száma. Munkanélküliségben azt prognosztizáljuk, hogy 10,7%-ra csökkenhet évvégére a munkanélküliségi ráta. Egyensúlyban pedig azzal számolunk, hogy megmarad a kb. 6 bruttó hazai termék 6-7%-a közötti külső többlet, külső pozitívum. Én még azt itt hadd tegyem hozzá, hogy nyilván ezek a számítások arra is vonatkoznak, hogy a CDS felárunk csökkenhet, és a kamatszint az évvégére a mostanihoz képest is alacsonyabb lehet. Államháztartásra vonatkozó folyamatok. Ugye 12 rendkívül kedvező adatot hozott, 2%-os lett az infláció. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen pozitív jelzés. Azt mutatja, hogy az elmúlt éveknek az intézkedései azok kedvező módon köszönnek vissza. Ebből kiindulva 2013-ra sem számolunk drasztikus változásokkal. Mindezek ellenére mégis összegyűjtöttük azokat a kockázatokat negatív és pozitív irányban, amelyek módosíthatják a 2013-as államháztartási kereteket. Plusz és mínusz, tehát pozitív és negatív, itt egy rövid sort hadd mondjak önöknek. Még egyszer hangsúlyozva azt, hogy a tavaly őszi pótlólagos intézkedések elegendőek voltak ahhoz, hogy az államháztartás a 3% alatti hiánycélt mindenképpen teljesítse, sőt, megnyugodtan mondhatom, hogy kényelmesen teljesítse, hiszen Európában is a 12-es számok alapján a legjobb 7 hiány mutatói ország között vagyunk. Tehát kockázatok. Pénzügyi tranzakciós illeték. Ugye jól látható az első 3 hónap után, hogy itt kisebb bevétel folyik be. Ezzel, mint negatív bevételi kockázattal számolunk. Ha a bankszövetséggel elkezdjük a megbeszéléseket, akkor nyilván ki fogunk térni arra, hogy a tranzakciós illetéknek az esetében mi történhet a gazdaságban. Nekünk is van erre vonatkozóan feltételezésünk, de a bankszövetséggel erről majd beszélni és tárgyalni szeretnénk. Az Európai Bizottság nem hagyta jóvá a fordított áfa bevezetését, fizetését a sertés ágazatra. Ez szintén egy olyan tényező, ami a gazdaság fehérítését és a bevételi részt érintheti. Kisadózók tételes adója, kisvállalati adó esetében az első 2 hónap után már világosan látszik, hogy kevesebben léptek át, kevesebben választották ezt. Ez azonban furcsa módon inkább egy pozitív kockázat, ugyanis a szociális hozzájárulásnak, valamint az adónak a fizetése azok esetében, akik maradtak a mostani rendszerben, az magasabb, tehát a költségvetés egy nagyobb átlépési arányjal számolt, ha kevesebben lépnek át, akkor ebből nem az következik, hogy kisebb bevétel, hanem épp ellenkezőleg, hogy több bevétel folyhat be az év során. Ugye meghoztuk azt az intézkedést, hogy a közszférában a nyugdíj és a bér együttesen nem folyósítható, ennek egy pozitív korrekciós hatása lehet erre az évre. Valutalappal kötendő megállapodás. Ugye tavaly évben úgy számolt a kormány, hogy ebből körülbelül 100 milliárd forintos megtakarítása származhat. Most az élet máshogy alakult, ez a szál elvékonyodott, de nem szakadt el, és ilyen megállapodás megkötésére nem került sor. Ettől független a kedvezőbb kamatpálya azt a várakozásunkat, hogy megtakarítást tudunk hozni a kamatkiadások területén, ezt igazolni fogja, tehát itt végül is egy olyan kockázattal számolunk, ami összességében semleges hatású, az egyenleget nem befolyásolja. Kedvezőbb elmozdulással, megtakarítással, kisebb kiadással számolunk a bérkompenzáció, a korhatár előtti ellátások kiadásánál és a lakásépítési támogatások esetében. Hát van olyan, aminek nem örülünk, mert az jobb lenne, hogyha több lakás épülne az országban, és a kiadások úgy teljesülnének, ahogy mi azt vártuk. De hát ez a helyzet, nagyon bízunk benne, hogy a növekedésnek egyik tétele lehet majd, hogyha az év második felében kicsit jobban érénkül a lakásépítés. Önkormányzati gazdálkodás sokkal kedvezőbb lett, erről már szóltam. Én azt gondolom, hogy alapvetően azok az intézkedések, tehát a beruházások engedélyhez kötése,
a működési hiánynak a nem tervezhetősége hozzá tudott járulni ahhoz, hogy az önkormányzati gazdálkodás jobb legyen. 2010-ben még az volt a meglepetés, hogy kedvezőtlen irányba korrigálta a helyi önkormányzati adat az államháztartás végső egyenlegét. 12-ben ennek az ellenkezője következett be. Szerintem itt egy trendforduló van. Az önkormányzati gazdálkodásnál egy pozitívabb trenddel lehet számolni. No, mindezek alapján azzal számolunk, hogy az a tartalék, amit a tavalyi évben képzelt a kormány, és ami körülbelül a bruttó hazai termék 1,3-1,4%-a volt, ez a kockázatok számbavétele után csökkenhet, de még mindig marad egy olyan 0,6%-os tartalék, ami az év további része során felmerülő kockázatokat csökkentheti. Tehát ma azt tudom önöknek mondani, hogy az elmúlt 3 hónap után is a magyar államháztartás egy stabil állapotban van, a rendelkezésünkre álló tartalékot elegendőnek tartjuk arra, hogy az évközben felmerülő problémákat kezelni tudjuk. És azzal számolunk, hogy a tavalyi 1,7%-os zsugorodás után 13-ban a magyar gazdaság egy növekedési pályára áll, és a növekedésből származó foglalkoztatási bővülés pedig mindenki számára érezhetővé teszi, hogy a növekedés elindult. Köszönöm szépen a figyelmet. És szeretném megkérni a kollégákat, hogyha kérdésük van, akkor most tegyék fel miniszter úrnak. Tessék. Baksa Roland vagyok, az Origó. Vagyunk? Jó. Szóval annyi, hogy két kérdésem lenne, az egyik a pénzügyi tranzakciós illetéknél vár, illetve miből fakad a kisebb bevétel? A kincstárra kivetett rész marad el, vagy az összes többi tranzakciónál is látszik egy elmaradás? És ha az utóbbiról van szó, akkor lesz-e bármiféle lépés? A másik pedig a tartalékokra vonatkozóan. Jól értem-e, hogy a tartalékok felét akkor befagyasztja a kormány, vagy nem erről van szó? Ne, akkor ezt majd elmondom még egyszer. Pénzügyi tranzakciós illeték esetében azt lehet látni, hogy rendkívül gyorsan reagált ennek az illetéknek a megjelenésére a piac. Tehát számlaösszevonások történtek, a fogyasztói szokások vagy vállalati szokások kezdenek megváltozni, nem külön-külön utalnak most már tételeket, hanem ugye a 6000 forintos cap az működik, ezért összevonnak tételeket, egyszerre utalnak pénzt, és ebből kisebb bevétel folyt be ebben az évben. Tehát itt egy rendkívül gyors reakciója volt a piacnak, ami a költségvetés szempontjából azt jelenti, hogy a tervezett bevételhez képest egy ilyen 80 milliárdos elmaradással lehet számolni már ebben az esztendőben. Na most a bankszövetséggel kötött megállapodásunk olyan tartalmú, hogy az év első felében felülvizsgálhatjuk, hogy hogyan teljesülnek, hogyan teljesednek a mutatók. Tehát amikor a bankszövetséggel majd leülünk megbeszélésekre, akkor nyilván ezt a témát fölvetjük, és megpróbáljuk tisztázni, hogy jól látjuk-e, hogy mi történik a piacon, vagy van más olyan hatás, amivel korábban a kormány nem számolt. Nem tartalékot vonunk el, és nem zárolunk tartalékot, hanem azzal számolunk, hogy most a kockázatoknak az egyenlege, az körülbelül egy 0,7%-os GDP nagyságrenddel csökkenti ennek a tartaléknak az összegét. Tehát nem arról van szó, hogy bármiféle zárlás vagy hasonló intézkedés történne. Egyszerűen a kockázatoknak a többsége azért mégis abba az irányba mutat, hogy ez a tartalék ez kisebb mértékű lehet csak az év során, mint korábban. Azt hiszem, most igyekeztem pontosabban elmagyarázni, hogy miről van szó. A pozitívumok és a negatívumok ilyen irányba oltják ki egymást. Ez a 0,6%-nyi tartalék még mindig elegendő lehet arra, hogy az évet biztonságosan működtetni tudjuk. Tessék! Azt szeretném kérdezni, hogy a Magyar Nemzeti Banknak a tisztségviselői az inflációs jelentés bemutatásakor azt mondták, hogy a tranzakciós adó kincstár első része az növekedhet, hogy ez valóban így lesz-e, azt szeretném megkérdezni, ez az egyik kérdésem. A másik kérdésem pedig az, hogy
akkor a kormány szerint az Európai Bizottság revidálni fogja álláspontját, és további kiigazítások nélkül kikerülhetünk-e a 9 éve tartó túlzott deficit eljárásból? Igen. Bocsánat, a kincstárra nem válaszoltam az előbb, de jogos, ezt köszönöm, hogy megemlítette. Azzal számolunk, hogy államigazgatási körben a tervezett tranzakciós illetékbe fog folyni. Tehát ott mégiscsak, hogy mondjam, valami hatása van a kormánynak arra, hogy mi történik államigazgatásban, és ott ez a bevétel szerintünk nagy részt be fog folyni. Ami a túlzott deficit eljárásra vonatkozó kérdést illeti, igen, azzal számolunk, hogy mivel Magyarország az elmúlt két évben teljesíteni tudta a 3% alatti hiányt, ebből kifolyólag Magyarország egy fenntartható pályán van. A 3% alatti hiánycélt ebben az évben is tartani fogjuk, tehát minden okunk megvan azt feltételezni, hogy kikerülünk a túlzott deficit eljárás 2004 óta tartó processzusa, eljárása alól. Tehát én azt gondolom, hogy a tavalyi hiányszám mégiscsak azt mutatja, hogy miközben arról vitatkoztunk Brüsszellel, hogy 2,9 vagy 3,1 lesz a hiány, ez jóval 3% alatti lett. Azt is mondhatnám, hogy Brüsszel egy kicsit túl vágott a magyar költségvetésen, vagy túl vágatott a magyar kormánnyal a magyar költségvetésen. Tehát, mint ahogy a valutalapnak most már van joga azt feltételezni, hogy igaza van a magyar kormánynak, és nem pénzre van szükségünk, hanem csak biztonsági hálónak. Így abban bízok, hogy az Európai Bizottság is értékeli a megtett intézkedéseket, és belátja azt, hogy a magyar kormány számára egy nagyon fontos cél a hiányszámnak a tartása, a 3% alatti hiány, és így a túlzott deficit eljárást velünk szemben megszüntetheti. Tessék! Balogh Juditelt, RTL Híradó, két kérdésem lenne. Az egyik az az, hogy a túlzott deficit eljárással kapcsolatban ön mennyire bízik abban, hogy valóban csak a számok számítanak majd Brüsszelben, hiszen ugye a miniszterelnök többször is olyan véleményének adott hangot, hogy igazából itt nem csak a számok számítanak, hanem a politika is befolyásolja ezt. Ez az egyik. A másik kérdésem pedig az, hogy ugye most 0,2%-kal rontottak a gazdasági növekedési kilátáson. Ennek konkrétan mi az oka, miért kellett rontani ezen? Hát nézze, én abból főzök, ami van, tehát abból tudunk kiindulni, amit mi is elkészítettünk, és amit Brüsszel eddig nekünk mondott. Eddig a brüsszeli jelentések, ugye az őszi jelentés, majd most februárban a kiadott téli jelentés, azért mégiscsak alapvetően egy szakmai anyag volt. Természetesen politikusok hoznak döntéseket, tehát ebből a szempontból a számok azok csak egy alapot adnak ahhoz, hogy a politikusok az álláspontjukat igazolni tudják, vagy érvelni tudjanak mellette. Tehát én is arra számítok, hogy attól függetlenül, hogy Magyarország azon 6 ország között van az Unió monetáris és pénzügyi biztosa szerint is, akik kikerülhetnek az eljárás alól, attól független még nekünk meg kell küzdeni azért, hogy ez bekövetkezzen. Nagyon bízom benne, hogy a június végi pénzügyminiszterek tanácsa ülése azért ezt a döntést jóvá hagyja, hiszen ha megnézem a többi országot, amelyik ilyen eljárás alatt van, hát azt tudom mondani, hogy Magyarország a többiekhez képest is igen impozáns mutatókkal rendelkezik. A 0,2%-os korrekciónak az az eredője, hogy a tavalyi év recessziója az mélyebb volt Európában is, Magyarországon is, mint ahogy az korábban bárki feltételezte. Tehát azért az utolsó negyedéves recessziós vagy nulla körüli növekedési adatok Európában mindenhol elég siralmasak voltak. Ez azt jelenti, hogy ebben az évben egy mélyebbről induló gazdasági fellendülés következhet be, aminek a következtében Európai Unió gazdasága és az eurozóna országai valahol 0% körüli teljesítményt tudnak majd felmutatni. Abban a lefutásban, hogy az év első felében gyengébb lesz ez az időszak, az év második felében pedig kedvezőbb lesz, egy erőteljesebb növekedés lesz. Mi is ezzel számolunk a magyar gazdaságban, de összességében a kedvezőtlen tavalyi adat miatt egy 0,2%-os korrekciót szükségesnek láttunk. Igen, tessék. Már
Várkonyi Iván vagyok a Népszabadságtól. A két tételt én nem nagyon hallottam a felsorolásban, viszont Brüsszel az előszeretettel emlegeti, és az elemzők is. Ugye ez az elektronikus pénztárgép és az útdíj, amivel nem igazán láttam, hogy számolnak. A másik, hogy lehet-e egy olyan kérésem, hogy soroljuk föl akkor így tulajdonképpen milliárd forintban is azt, hogy milyen kockázatokat és milyen pozitív elmozdulásokat lát a kormányzat? Hát minden, ami a jövőben történik, vagy jövőben kell, hogy megtörténjen, az mindig kockázat. Tehát itt nem soroltam fel a kockázatok között, de ez egy csekély mértékű kockázat. Tehát az elektronikus útdíj bevezetése és a pénztárgépek online összekötése az két olyan tétel, amelynek a bevezetése meg fog történni. Igen erős kormányzati elkötelezettség van ebben a tekintetben. Az elektronikus útdíj már megtörténhetett volna, hogyha a közbeszerzési tenderen kiválasztott győztes valamilyen furcsa okból nem gondolja meg magát és nem lép vissza az utolsó pillanatban. Hát ez megtörtént, a kormánynak most már saját kézbe kellett venni ennek a kialakítását, kiépítését, és ez július 1-ével el fog indulni. A pénztárgépek területén egyszerűbb a helyzet, hiszen már ma is működnek olyan pénztárgépek, amelyek online rendszerben vannak bekötve, össze vannak kötve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszerével, tehát itt egy további bővítése, kiépítése van ennek a rendszernek, a szükséges döntéseket meghoztuk, a pénztárgépek cseréjét állami támogatással is ösztönözzük, vagy kedvezményezzük, tehát ebből a szempontból szerintem ez egy kisebb történet, kisebb rizikójú történet. Azt is hagyd tegyem hozzá, hogy a teszt üzemmód már működik, tehát azokat a gépeket, amelyeket rákötöttek a NAV rendszerére, most egy tesztrendszeren futtatnak át. Nagyon bízom benne, hogy az év felétől ez is el tud indulni. Tehát itt egy olyan kockázattal számolunk csak, amely a bevezetéshez kötődik. Hogyha elindulnak ezek a rendszerek, akkor majd az év második felében, körülbelül szeptemberig, azt kell megnézni, hogy a rendszer hozza-e az elvárt bevételi szintet. Szerintem itt azért sokkal erősebb lesz az a gazdaságfehérítő hatás, amit a pénztárgépek bekötésétől remélünk. Ugye gondoljunk bele abba az életszerű helyzetbe, hogy ettől kezdve egy kis adatrögzítő eszközön keresztül az adó ellenőr, az egy bolt előtt is látja, hogy az a ügyfél, aki vásárolt valamit, kijött egy kiló kenyérrel, meg egy liter tejjel, az most járt-e pénztárgépben rögzítéssel, vagy nem járt. És ettől kezdve besétál, és egy kész helyzet van. Tehát én azt gondolom, hogy a boltosok is látják ennek az életszerű következményeit, ennek az életszerű helyzetnek a kialakulását, és a fekete gazdaság, vagy a gazdaságfehérítő hatási terület teljesebb tud majd lenni. Igen. Jó napot kívánok, Losonczi Gergely vagyok, a TV2 Tények című műsorától. Én azt szeretném kérdezni, miniszter úr, hogy a tranzakciós illetékből kieső 80 milliárd forintot hogyan, vagy milyen intézkedésekkel pótolhatják? Tehát említette, hogy itt a felső korlát miatt ugye többen egyszerre utalnak, elképzelhető-e a felső korlátnak a megemelése, és vagy akár a lakosságot érintő körben a kulcsnak a valamilyen mértékű emelése ön szerint? Ezt nem tartom valószínűleg, tehát én azt gondolom, hogy itt nem tételek emelésére van szükség, hanem a helyzetnek az áttekintésére. Egyelőre azzal számolunk, hogy ez a kieső bevétel ez csökkenteni fogja a 400 milliárdos tartalékot. Tehát intézkedésekre most nincs szükség, a bankszövetséggel való megbeszélések után tudok erről majd pontosabbat mondani. Ezek az intézkedések, mivel ezeket soha senki nem mérte föl igazából, és ezeknek nem volt előzménye. Ezek nagyon nehezen megbecsülhetők. Tehát nem akarom itt a kollégákat menteni, de amikor ebből becslések készültek, akkor ez egy picit ugrás volt a sötétbe, hiszen senki nem tudta pontosan megmondani, hogy a számlavezetés, a számla utalási szokások, és így tovább ezek hogyan fognak változni. Úgyhogy egyelőre kockázattal számolunk, intézkedéssel nem. Utolsó kérdés. Köszönöm szépen, Gulyás Veronika, Wall Street Journal-től. Kedves Veronika, akkor most foglalj össze a többiek kérdését is, mert ebből sértődés lesz. Gyorsan költöttem. Ha már konvergencia riport, akkor nem esett szó arról, hogy Magyarországnak lenne esetleg most már eurócsatlakozási céldátuma. Ez nagyon sokszor nevetést szokott kiváltani a még nem eurozóna tagokból, akik amúgy Európai Unió tagok, de mégis ennek lenne a célja a konvergenciát is. Hát ami a hátrányunk, az most az előnyünk. Kincstárja a mikrofon, úgyhogy ne a kollégának adja. Ezt vissza kell adni.
A mérleget nem rontja, csak a vagyonmérleget. Tehát a következőt tudom mondani most. Abból van előnyünk, hogy egyelőre nem vagyunk annak a rendszernek a tagjai, amely újabb és újabb válság eseményekkel gazdagodik. Ugye Ciprus után most Szlovénia a következő ország, úgy tűnik. Tehát a hétvégi informális ECOFIN találkozón Dublinban a pénzügyminiszter kollégák inkább azt mondták, hogy a magyar kormány most ne azon sopánkodjon, hogy nem tagja az euróövezetnek, hanem annak örüljön, hogy vannak olyan eszközei is, amit a nem euró tagországok tudnak alkalmazni. A céldátum azért is egy nehéz kérdés, mert ugye jelenleg kettő feltételt tudunk teljesíteni. Ugye ez az infláció lehet, az egyik ilyen szám, a másik pedig a hiányszámunk. Tehát messze vagyunk még attól, hogy a konvergencia kritériumnak az összes feltételét teljesíteni tudjuk. Azt tudom mondani, hogy most belátható időn belül ez a kérdés nem reális. Talán az évtized végére teremtődhetnek meg azok a feltételek, hogy Magyarország számára ez egy reális, eldönthető kérdés legyen. Most 2013 tavaszán ez egy kicsit távolinak tűnik. Köszönöm szépen a kérdéseiket, és még egyszer mondom, az anyagot kitesszük a honlapra, tehát hogy már kint van? Már kint van, akkor... A kollégánál is ott van, de... Itt van. Minden irányba. Jó. Brüsszel irányába is akarnám mutatni, de ott már ott van. Köszönjük szépen mindenkinek a kérdéseit és a részvételt. További jó munkát kívánok. Viszontlátásra.